A duális képzés lényege, hogy az egyetemi hallgatók egy 22 hetes gyakorlati képzésen vesznek részt egy általuk kiválasztott cégnél. Így a diploma mellett megszerzik a céges igényeknek megfelelő szaktudást is. A Nyíregyházi Egyetem jelenleg 60 helyi vállalkozással áll szerződésben, melyekhez 4 tudományterület 6 különböző szakáról érkezhetnek a jelentkezők. Ebben az új projektben azt vállaltuk, hogy kibővítjük a Nyíregyházi Egyetem duális képzéseit, és nem csak kibővítjük, hanem igazítjuk a cégek elvárásaihoz. Szeretnénk, ha az új képzési programjaink tükröznék azt, amit a cégek elvárnak egy végzett mérnöktől, egy végzett hallgatótól. Ennek megfelelően kompetenciafelmérést végzünk, a cégek véleményét kérjük ki, és ezt építjük be majd a képzési programjainkba, hogy ezáltal is a munkaerőpiac számára minél inkább használható hallgatókat képezzünk. A duális képzések bővítésétől azt várják, hogy egyre több végzett szakember marad és helyezkedik el a városban, illetve a régióban, tette hozzá az intézet igazgató. Sikolya László, a program projektmenedzsere kiemelte, a képzéseket folyamatosan igazítják a piaci igényekhez. Ezeket a képzési lehetőségeket 4 tudományterületen, gazdaságtudomány, informatika, agrár és műszaki tudományterületen, minden szakon, most már 6 szakon indítunk duális képzést, egy gyakorlatorientált keresetképzés a vállalatok részéről. Célunk rövid és hosszú távú. Rövid távú cél, hogy javítsuk a képzés minőségét, főleg gyakorlati vonatkozásban. Hosszú távú célként pedig megfogalmaznánk azt, ami magába foglal a pályázat neve is, hogy Észak-Kelet-Magyarországon itt szeretnénk tartani ezeket a végzett mérnököket, informatikusokat, közgazdászokat, hogy ezzel is segítsük a térség felemelkedését. Jelenleg 36 duális képzésben résztvevő hallgató van a Nyíregyházi Egyetemen, az idei évtől pedig 96-ra bővül az erre a típusú képzésre felvehető hallgatói létszám.